Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Siesta Plus nézőit itt a Nyíregyházi Televízióban. A műsor második részében, vagy ebben a részben beszélgetünk majd a Kantemos Kórus család 2017-18-as évéről, aztán a Józsa András Múzeum rendezvényeiről, illetve elkezdődött az iskola, és ez nagyon sok olyan dolgot vet fel pszichológiai szempontból, amely érdekelheti a szülőket, így vendégünk lesz Jaskó Henrietta, a pszichológus, de elsőként Szilágyi Szilárdot köszöntöm itt a stúdióban, a Kantemos Kórus család szóvivőjét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hát volt egy kis nyári szünet, amely nem volt teljesen szünet, mert merre jártak a kórusok? Szerencsére nem volt Kantemos Fesztivál, szerencsére időzőjelbe, majd lesz jövőre. A gyerekkórus Firenzében járt egy nemzetközi versenyen, ahol két első díjat szereztek, és Szabó Dénes egy külön díjat is kapott, mint legjobb karmester. Ezen kívül pedig a kicsit újra szerveződött bankérének együttesnek volt egy kitérője Hongkongba, egy ötnapos fesztiválon, ahol nagy sikerrel mutattuk be a Kodály módszerrel kapcsolatos dolgokat, koncerteket is adtunk, illetve Szabó Somba még utána egy hétre Tajvánra utazott egy versenyre, és ott zsűrizett. Úgyhogy, de az augusztus az viszonylagos szünetben telt. Az augusztus végén pedig a gyerekkórus és a fiúkórus is a Tiszaparton Dénes bácsival meg Somával egy kis közös összejövetel, rákészülés az új évre, tábort szerveztek. Hát kellett is a felkészülés, hiszen rengeteg program lesz. Melyek lesznek ezek? Hát nagyon sok lesz. Én most nem mennék végig, csak elsősorban a bérleten, a Kantemos bérleten, ami szeptember 30-án fog kezdődni. Ugye hagyományosan 5 előadásból szokott állni ez a bérlet. Ebben ez a családi bérlet? Ez nem a családi bérlet, ez a Kantemos kórusnak a kórus bérlete, tehát a Nyíregyházi Kantemos kórus bérlete. Ezen kívül van egy családi bérlet, aminek a programát még egyelőre nem tisztáztuk le véglegesen, de természetesen arról is majd időben tájékoztatunk mindenkit. A maga a Kantemos kórus családnak a bérletsorozata az most Ünnepek címmel kerül megrendezésre. Ilyen egyébként már volt ilyen címmel egy bérlet sorozatunk jó pár éve. Most ebben az évben olyan sok évforduló van, hogy megint úgy gondoltuk, hogy akkor ünnepelni kell. Szeptember 30-án Zene Világnapja és Zrínyi Emlékezete címmel indul az első koncert. Ugye a Zene Világnapja október 1-én van, tulajdonképpen ez megelőlegezés ennek az ünnepnek, és a Zrínyi Miklós év az pedig éppen tavaly volt, de most Strauss Kálmán, a Honvéd Férfi Karnak a vezetője, az felajánlotta, hogy ő nagyon szívesen elhozná Nyíregyházára erre a kórusbérletre a programját, amit már Pécsen bemutattak tavaly. Itt egy ősbemutatóról van szó, illetve hát ez Pécsen már megtörtént, ez az ősbemutató. Vajda Jánosnak az Zrínyi kantátája kerül bemutatásra. Ez egy mai modern, de nagyon jó mű, és ugye Zrínyi emlékére készült. Ezen kívül még ezen a koncerten elhangoznak majd Doklányi művek, illetve Kodály művek is, és itt a Szolnoki Szimfonikus Zenekar fog közreműködni, ugye a Honvéd Férfi Kar és a Budapesti Stúdiókórus, és feltétlenül Strauss Kálmán fog vezényelni. A következő koncert az majd novemberben lesz, november 18-án, vendéggerás színmel egy ljubljanai, nagyon jó kórust fogunk vendégül látni, a nevük az, hogy APZ Tón Tomsics, egy kicsit nehéz kimondani, több mint 90 éve működik a kórus, ez egy egyetemi kórus, de és több mint 10 karmester is természetesen folyamatosan változó tagság mellett mégis egy olyan színvonalat tudtak teremteni, hogy kétszer is elnyerték a Kórusok Európa nagy díját, ami azért elég nagy szó. Szóval ők fognak szerepelni majd november 18-án, a második előadáson. A harmadik előadás az már februárban lesz,
és akkor a Cantemus Chorus, mert ugye farsangi időszak, hát akkor ünnepeljük meg, és akkor ilyen farsangi kavalkát címmel rendezünk majd egy jó hangulatú koncertet, ott már a Cantemus Chorusnak szerintem valamennyi kórusa részt fog venni ezen, illetve táncos fellépőket is várunk majd erre a koncertre. És akkor április 14-én lesz a következő, a negyedik. Ez már egy tulajdonképpen hármas ünnep, ami készül. Elsősorban arra gondoltunk, hogy 20 éves a Cantemus vegyeskar. Ez most azért tényleg egy nagy ünnep lesz, mert tehát a vegyeskarnak egyébként is nagyon sok programja lesz ebben az évben. De aztán eszünkbe jutott, hogy végül is 60 éves a Kodály Zoltán Általános Iskolának a zenei tagozata, és 40 éves a Magyar Kodály Társaság, úgyhogy ezt a hármas ünnepet egybe fogjuk foglalni, és ezen a koncerten szintén a Cantemus kórusai lépnek fel. És akkor lesz egy utolsó május 26-ai dátummal, ott pedig Claude Debussy, az impressionista zenének a legnagyobb alakjának, halálának századik évfordulója az apropó, és akkor a Doklányi Szimfonikus Zenekar Hollerung Gábor vezetésével, illetve a Promuzika Lánykar Szabó Dénes vezetésével Debussy, illetve impressionista zeneszerzők műveit fogják bemutatni. Én értem, hogy az ünnepek köré koncentrálódnak az események, de mégis a fellépő együtteseket, énekkarokat hogyan választják ki? Tulajdonképpen megpróbáljuk megnézni, hogy mik azok az érdekes produkciók, amik Nyíregyházára még nem jutottak el, és az szerint is próbálunk kutakodni, hogy kik lennének. De kifejezetten az első előadás, amit Strauss Kálmánék csinálnak, ez egy hirtelen ötlet volt, eredetileg nem ezt terveztük, csak ő aztán felhívta Szabó Dénest, és akkor mondta, hogy neki van ez a műsora, és hogy nagyon szívesen bemutatná Nyíregyházán, és akkor mondta Szabó Dénest, hogy hát természetesen, tehát azért ráadásul kortárs magyar zeneszerzőnek a műve, ami Nyíregyházán még nem hangzott el, az is egy nagyon jó apropó erre. És hát a Zrínyi Miklós emlékezete az pedig végképp az ünnepi körhöz kötődik valamiképpen. Hol tájékozódhatnak az érdeklődők ezekről a programokról? Minden programunk fenn van a honlapunkon, a www.cantemus.hu honlapon, és itt végig lehet követni nem csak ezeket a koncerteket, hanem folyamatosan frissítjük, és azokat a koncerteket, amik időközben alakulnak. Nagyon sok koncertje lesz most ebben az évben a kórusnak, mind a három kórusnak tulajdonképpen, a gyerekkarnak, a lánykarnak és a vegyeskarnak is, mivel a Művészetek Palotája ebben az évben kiemelt együttesként kezeli a Cantemus kórust, és Budapesten a Művészetek Palotájában is lesz egy nagy szabású adventi hangversenyünk. Én azt javaslom, hogy ezekről egy következő beszélgetés alkalmával ejtsünk szót. Köszönöm szépen, hogy itt volt, és a cantemus.hu-n tehát mindenki tájékozódhat ezekről a programokról. Mi pedig a múzeum programjaival folytatjuk. Dr. Rémiás Tibort, a Józs András Múzeum igazgatóját köszöntöm itt a stúdióban, hiszen nagyon sok program várja az érdeklődőket ebben az őszi időszakban. Mindjárt egy kiállítással kezdenek, restaurátorok kiállításával. Igen, de mielőtt a restaurátorok kiállításról beszélnék, már most elkezdtük a Ismét muzsikál a múzeum. Ezt minden csütörtökön szeretnénk szeptemberben ezt a programot megvalósítani, aminek a lényege az, hogy ismert nyíregyházi zenészeket szeretnénk, zenekarokat szeretnénk bemutatni. Legelőször is az Artézi zenekar, utána Dolce Trio jön le, majd Tünde és Pila, és utána pedig a Nyíregyházi Egyetemnek a népzenészei, néptáncosai mutatkoznának be. Ez nálunk... Azért ismét muzsikál a múzeum, mert hiszen tavaly már volt egy nagy sikerű rendezvény, amikor ugye ez az a rendezvény, amikor a múzeum udvarán kellemes hangulatban léptek fel a művészek.
és ha már egyszer bevált valami, akkor azt szeretnénk folytatni. Én ezt úgy szoktam mondani, hogy mi hagyományőrzők vagyunk, mármint a múzeum, ugye a műértékeket őrizzük, de hagyományteremtést is szeretnénk. Hogyha már ez egyszer bevált, akkor szeretnénk folytatni. Kiket várnak elsősorban ezekre a programokra? Természetesen bárkit, akit érdekel a jazz, érdekel a népzene, érdekel egy kicsit a komolyabb zene, úgyhogy mindenkit várunk, már csak azért is, mert ezek mind 17 órától, 5 órától lesznek csütörtökönként, és előtte fél öttől pedig rendhagyó tárlatvezetés. És mindig más-más tárlatot mutatunk be. Először a fejedelmek kincseit, utána majd a festménykiállításunkat, majd a Csókolj meg édes című kiállítást, és mindig-mindig más-más attrakcióval szeretnénk majd kedveskedni. És akkor most érnék rá, amit kedveskedett mondani, ez a restaurátorok műhely titkai, ez egy héttel később, szeptember 14-én 13 órakor nyílik, aminek a lényege az, hogy az országban lévő restaurátorok diploma munkáit mutatjuk be. Ez egy nagyon jeles kiállítás, tehát ennek az a lényege, hogy folyamatában meg lehet látni azokat a műtárgyakat, amiket ugye diploma munkaként a restaurátorok elkészítettek. Hihetetlenül szépek ezek a tárgyak. Ehhez a kiállításunkhoz kapcsolódik rögtön egy konferencia is, ahol maguk a restaurátorok folyamatában elmondják, hogy hogyan készültek ezek a gyönyörűbbnél gyönyörűbb szép tárgyak. Kiknek lehet vonzó ez a program? Hát természetesen azoknak, akik érdeklődnek a szép műtárgyak iránt. Aztán azoknak, akik járnak a régiségvásárokba, és látják a nem restaurált műtárgyakat, és hogy bele tudják magukat élni, hogy egyáltalán milyen szépség lehetne ezekből. De harmadrészt pedig azoknak, akik netalántán restaurátorok szeretnének lenni, vagy a múzeumban dolgozni, és ugye itt meglátják azokat a műtárgyakat, hogy ugye mi szeretnénk valamennyi műtárgyunkat restaurálni, de hát a több milliós műtárgyállományunkból ugye mindig be kell osztani, hogy mik azok a műtárgyak, amik sorra kerülnek ahhoz, fegyverek, kerámia gyűjtemény, tehát üvegek, textíliák és így tovább, amik bemutatásra kerülhetnek. Ezt egy interaktív programnak kell elképzelni, tehát oda megy egy érdeklődő középiskolás mondjuk, akinek feltett szándéka, hogy ezen a területen szeretne tovább tenni, kérdezhet is a restaurátoroktól? Természetesen, sőt a restaurátor műhelybe is akár, ha akarja, beviszik, sőt megmutatják azokat a vegyszereket, azokat az eszközöket, amiknek a segítségével ezeket meg lehet valósítani. De például nagyon érdekes, hogy itt láthatják először egy kálai mentét is, ugye van nekünk egy gyönyörű szép kálai gyűjteményünk, és ezt a mentét például itt fogjuk bemutatni, vagy vízipipát. Ezt a mentét ugye tavasszal ajándékozta a család a városnak. Így van, azóta restaurálás alatt volt, és most a város támogatásával sikerült ezt megrestaurálni, és többek között a kiállítás, mivel ez is egy diploma munka, tehát a kiállításunkon ezt is bemutathatjuk. De lesz itt balkáni fegyvertől kezdve, puskán át, jatagányon át, vízipipán keresztül, sőt még, hát hogyha elbírja a kamera, 16. századi üvegfallosz is bemutatunk, ami esetleg az érdeklődés középpontjában is lehet. De spanyol női nyerget is. Tehát ez nagyon sokrétű és sokszínű, anyagában is, technikájában is, és nagyon sokrétű ez a kiállítás. Tehát akit érdekelnek az igazi, gyönyörű, szép műtárgyak, meg az, hogy miből, mit lehet, milyen csodát lehet varázsolni, azokat szeretettel várjuk. És hogyha jól tudom, akkor a Tirpák Fesztiválra is készül a Józs András Múzeum. Így van, azt tudjuk, hogy itt a város központjában lesz ugye szeptember 23-24-én a Tirpák Fesztivál. Mi azzal szeretnénk kedveskedni az ide látogatóknak, hogy előtte egy nappal, és természetesen utána is majd lehet látni, egy nappal bemutatjuk Z. Szalai Pálnak az 1930-as években készült monumentális festményét, amit centiméterre most nem akarok mondani, nem akarom terhelni a nézőket, de körülbelül 3 méter magas és 6 méter széles maga a festmény, és a témája pedig az, hogy bevándorlás Nyíregyházára.
tehát éppen az 1753-ban Nyíregyházára bevándorló tirpákokról szól tulajdonképpen ez a festmény. Mindenkinek szíves figyelmébe ajánlok, a monumentalitása miatt is, meg óriási élmény ezt a festményt majd látni, megtapasztalni, és hát a későbbiek folyamán is meglátogathatják. Ezekről a programokról hol érdeklődhetnek az érdeklődők, hol nézhetnek utána? A nyírségi füzetben is lehet látni, tehát a nyírségi műsorban. Ezen kívül lehet látni a honlapunkon, természetesen ezek a programunkat Facebookon is, és hát próbáljuk a médiában is terjeszteni. Igazgatónak köszönöm szépen. Én is köszönöm, hogy itt láttam. Németh Lili ökörító fülpös nemesi származású népdal és néptánc gyűjtője volt. Az ő vezetésével 1937-ben alakult meg a Gyöngyös Bokréta tánccsoport, amely időközben új nevet kapott. A szatmári legenda szerint Paulini Bélának köszönhetően. Paulini a népi hagyományok újjáélesztésére és színpadi bemutatására mozgalmat hívott életre, a jót, szépet elismerte, éltette. 38-ban megszerveztek egy nagy mulatságot. Azt hiszem, ez volt az Arató ünneppel egybekötött mulatság, és erre rengeteg meghívottat érkezett, akik részt vettek, és különböző tánccsoportok is, ahol az ő csoportja nyerte meg az első díjat. És másnap vagy harmadnap már távirati irodát is ide kérték, és felvételt készített, és sugározták ezt a felvételt. Másnap Paulini Béla, mikor látta ezt a felvételt, szeretett volna lejönni, és kérte, hogy hadd nézze meg itt helyben ezt a fergetegest. Lejött, és akkor volt ez az ominózus pillanat, hogy odavágta a kalapját a földhöz, és azt mondta, hogy ez valóban fergeteges volt. A fergeteges táncegyüttes 80. évfordulója alkalmából az egész falut megmozgató rendezvénnyel készültek ökörító fülpösön. A fergeteges 80 éves, 40 fővel táncolunk, környező településekről járnak fiatalok, Tyukodról, ökörító fülpösön kívül Rápoltról, Győrtelekről, Porcsalmáról. A jubileum alkalmából meg annyi táncos lépett színpadra, aranysarkantyús botolót és mikepércsi csárdást is láthattak az érdeklődők. Szatmári, Háromfalu, ajaki, mezőségi táncokat is táncolunk és nagyon szeretjük. Már a nagyszüleim is táncoltak, az édesanyám is, az édesapám is, és úgy gondolom, hogy ezt nekem is tovább kell vinnem, mint ahogy majd a gyerekeimnek is, mindenféleképpen arra fogom őket buzítani, hogy vigyék tovább a hagyományunkat. Nem csak a fiataloké volt a főszerep, a fergeteges rendezvényére egykori táncosokat is meghívtak, van, aki egyszerre ünnepli születésnapját a táncegyüttessel. 1937-ben születtem, és a legesebbet is Gyöngyös-Bokrétába kerültem 9 évesen, és 1964-ig, 17 évig tánccsoporttag voltam. Nagyon sok helyen jártunk, nagyon szép helyeken, és a zenekarunk helybeli volt eleinte, Gábor Mihály bácsi, primás, aztán volt Márkus Gyula bácsi tárogatóval, aztán, hogy hívják, voltunk, nagyon sok helyre hívtak bennünket, Budapestre nagyon sokat, Nyíregyházára megint nagyon sokat, a megyében mindenütt voltunk, helyben állandóan
minden rendezvényen részt vettünk, és nagyon szerettünk táncolni, meg szeretünk mai napig is táncolni. A jubileumot tánccal, nótaszóval ünnepelték, ám a népi mesterségeknek is teret biztosítottak, többek között agyagozhattak az érdeklődők, valamint azt is kipróbálhatták, hogy hogyan lehet a kukoricafejtés fosztás után csuhéból díszvirágot készíteni. Egy olyan témával folytatjuk a Sziesta mai adását, ami szerintem nagyon sok mindenkit érint, hiszen már egy hete elkezdődött a 2017-18-as tanév. Nagyon sok gyerek iskolába indult, és ezért kértük a stúdióba Jaskó Henrietta pszichológust, hogy elmondja nekünk, hogy meddig terhelhetőek ezek a gyerekek. Ugye megkezdődött az iskola év, a gyerekeknek van egy feszített órarendbeosztása, és millió külön órára járnak a mai gyerekek. Hát jó estét kívánok elsőként, és hát tényleg elkezdődött ez a tanév, és látszik, hogy a megmozdult a város is, és délutánonként, reggelenként azért a gyerekek a nehéz iskolatáskájukkal ugye elindulnak az ő saját munkájukba, és hát tény, hogy elmondják a szülők is, hogy azért úgy kezdődik minden tanév, hogy kapnak instrukciókat arra vonatkozóan, hogy mi minden teendőik lesz abban a tanévben, ugyanezt megkapják a gyerekek is. A terhelhetőségről azt tudnám, vagy azt szeretném mondani való, újában a gyerekek egyénileg terhelhetők. Minden gyereknek van egy olyan fizikai terhelhetősége, ami meghatározza, hogy hány feladatot, mennyi dolgot tud egyszerre elvégezni, egy nap mennyiféle dolog fér be az ő napi rendjébe. És azt gondolom, hogy a terhelhetőség úgyis ki fog derülni egy idő múlva, tehát nem kell rögtön rázódítani egy gyerekre mindenféle külön órákat és mindenféle tevékenységeket. Érdemesebb szelektálni. A gyerek érdeklődésének megfelelően meg kell nézni, ki kell próbálgatni őket, és aztán a gyerek hadd válaszol saját magának, mert hogy azokban a tevékenységekben tud elmélyülni a gyerek, amire azt tudja mondani, hogy ez az övé, hogy ez őt érdekli, hogy ez számára fontos, és valami fontos dolgot ad, amiben jól érzi magát, és ahol jól érzi magát, mert olyan gyerekekkel lehet együtt, olyan pedagógus segíti esetleg az ő munkájukat, aki inspirálni tudja és motiválni tudja, és a motiváció nélkül nagyon nehéz. Minél motiváltabbak a gyerekek, annál inkább tudnak belemenni egy olyan élménybe, ami viszi őket előre, és mindenféle dolgot megtesznek azért, hogy elérjék a céljaikat. De másak a mai gyerekek, mert még visszagondolok az én időmre. 30 évvel ezelőtt általános iskolába 2-kor hazamentünk, volt egy vagy két szakkör egy héten, és kész, vége volt. Most meg azt látom, hogy szinte minden nap mennek a gyerekek valahova. Ez normális, vagy ennyit változott a világ? Én azt gondolom, hogy változott a világ, és ahogy változott a világ, ahogy az információ áramlásnak a gyorsasága, a terjedelme megváltozott, ezzel együtt én azt gondolom, hogy a gyerekek idegrendszere is megpróbál alkalmazkodni, evolúciós fejlődés, ugye az, hogy alkalmazkodik ehhez a sok-sok információhoz, ami éri őket, és én azt gondolom, hogy a mai gyerekek igénylik is azt, hogy minél több inger, minél több tevékenység vegye őket körül, ez fontos is nekik, részben azért, mert hozzá vannak szokva, hogy egyszerre többféle csatornáról is kapnak információkat, és nem úgy, mint régen, hogy csak a tévéből, vagy csak a rádióból jöttek az információk, hanem most már a tévében is többféle csatornáról, többféle módon, többféle megközelítési módban kapnak információkat, és ezért vannak hozzászokva ahhoz, hogy minél több minden történjen körülöttük. Én azt gondolom, hogy ezt érdemes figyelembe venni, hogy kell nekik ez a fajta működés is, de azért érdemes szülőként, felnőttként, akár pedagógusként ott lenni mögöttük és segíteni. Nem kell túlterhelődnie saját magának sem, mert hogy ez pont a felületességre fogja őket rátanítani. És egyébként ez a jellemző a mai fiatalokra, hogy mindenbe szeretnek belepróbálgatni, vagy belekóstolgatni egy kicsit, de elmélyedés az egyre ritkábban van. És hogy abban kellene segíteni a gyerekeket, hogy az, amit csinálnak, az egy tartalmas, mély munka legyen, az egy olyan tevékenység legyen, amit örömmel és van benne sikerélményük, mert hogy ez lenne a fontos. Tehát, hogy segíteni abban, hogy amit csinálnak, azt viszont úgy csinálják, hogy az jó legyen. A szülőknek mikor kell meghúzni a vészféket, amikor már azt mondja, hogy jó, oké, hogy szereted, de állj?
Hát én azt gondolom, hogy mivel ugye most külön órákról és olyan tevékenységekről beszélünk, ami a tanulási tevékenységet kiegészíti, segítheti, de hogy alapvetően mellette zajlik. Tehát mindenképpen az a fontos, hogy ugye azért az iskolai felkészülésre való idő, vagy szánt idő az elegendő legyen. Részben azért, mert az iskolai teljesítmény sajnos nagyon fontos manapság továbbtanulásban, az egyetemre való bekerülésben. Tehát, hogy ez fontos, hogy ez az időtartam is meglegyen. Ez az egyik, a másik, ami viszont szintén nagyon fontos, és talán egyre kevesebbet fordítunk rá figyelmet, az éjszakai pihenés és az alvás. Ugye az, ami az idegrendszerünket kikapcsolja, ami az agyunkat segít feltölteni azért, hogy a következő nap is tudjon információ beáramlani, ahhoz nem elegendő az, hogy hajnalban fekszik le a gyerek és korán kell, fáradt az iskolában is délután alszik valamennyit, tehát arra kellene inkább az irányt a szülőknek akár a napi rendben beosztani. Lehet délutáni pihenő, de alapvetően az éjszakai alvás az, ami a fiziológiai működésünket elősegíti, és a megfelelő mennyiségű alvás. Nyilván minden gyerek más, és más nem lehet rájuk húzni egy egységet, de mondjuk egy kisiskolásnak mennyi alvásra van szüksége, egy alsó tagozatosnak, egy felsősnek és egy középiskolásnak? Értelemszerűen változik a egyénenként, ahogyan említetted is, az alvásnak az időtartama. A kicsi gyerekek, ugye, akik iskolába kerülnek, ott olyan változás történik, hogy a délutáni alvás kimarad. Persze már nagy csoportos óvodában sem szívesen alszanak a gyerekek, de mégiscsak kimarad egy olyan délutáni pihenési fázis, ami egy picit segítette az ő működésüket. Tehát nekik szerintem egy olyan 8-10 óra biztos, hogy szükséges ahhoz, hogy másnap is tudjanak indulni, és képesek legyenek azt a sok 45 percet végigülni. A nagyobbaknál talán már csökken ez az alvásigény, és zserdülőkorban mondhatjuk azt, hogy már eléri a felnőtt alvásigényt, és ott kialakul egy emberre vagy egy személyre jellemző alvásigény, viszont én azt mondanám, hogy a zserdülőkori változással azért ez megváltozik, azokkal a fiziológiai változásokkal, amik olyankor történnek a zserdülők szervezetében, a hormonális változások, a fizikai növekedés és a test formák átalakulása, ez mindenképpen igény több pihenést. Lehet, hogy nem alvásban fog megnyilvánulni, de azt gondolom, hogy a pihenés és a mozgásnak a megfelelő elegye az, ami fogja őket segíteni abban, hogy az idegrendszerük, a szervezetük, az agyuk működése az megfelelő legyen arra, hogy a tőlük telhető legjobb teljesítményt tudják nyújtani a suliban. Azt gondolom, hogy akármennyire kedvesek is a pedagógusok, a gyerekeknek mégis egyfajta stresszt jelent egy iskolába lépés. Milyen stressz ez? Jó stressz, vagy kevésbé jó, vagy esetleg már kialakulhat tőle szorongás? Mindenképpen stressz jelent. Ami miért stressz jelent, az, hogy nagyon-nagyon teljesítménycentrikus világban élünk. Tehát azért manapság az, hogy hanyast hoz haza a gyerek, hogy hogyan teljesít az iskolában, melyik egyetemre kerül be, ezek nagyon-nagyon fontos értékek a mi világunkban. Fontos, hogy tehát a gyerekeknél ez az iskolakezdés ez jelenthet stresszt, de jelenthet jó dolgokat is, azért indulhat úgy is, hogy egy új lappal kezdek. Minden év lehet egy tiszta füzeteket nyitunk, tiszta a napló, még meg tudom mutatni magam, és hogy lehet benne egy ilyen úgymond egy olyan teljesítménydrukk, ami mondjuk egy ilyen segítség is lehet. Ez megint azt tudnám mondani, hogy személyiségfüggő. Vannak gyerekek, akik érzékenyebbek a teljesítményre, akik esetleg olyan környezetből jönnek, ahol a környezet is jobban odafigyel a teljesítésre, és szeretnének minél jobban teljesíteni, és ezért ők egy kicsit jobban rá stresszelnek, vagy rágörcsölnek ezekre a helyzetekre, de azért ez nem minden gyerekre jellemző. Tehát alapvetően azért egy bizonyos szintű szorongás és egy bizonyos szintű feszültségi állapot kell ahhoz, hogy egy jó teljesítményt kihozzunk magunkból, de amikor ez már átesik egy másik oldalra, akkor az már egy olyan típusú szorongást jelent, ami bizony elég rendesen ronthatja a teljesítményt. Alapvetően én azért azt gondolom, hogy a gyerekek várják az iskolát, mert hogy új élmények várják őket, új közösség, vagy közösségbe kerülnek, visszakerülnek abba a baráti társaságba, tehát kortárs kapcsolatokba, ami esetleg a nyári szünetben kevesebb volt. Tehát ez a kettőnek az aránya. Várom is, meg nem is, szeretnék is iskolába járni, mert jó barátokkal lenni, szeretnék is új dolgokat megtanulni, teljesíteni, de közben félek, hogy vajon fogom-e tudni hozni azt a szintet, amit lehet. Ebben a szülőknek azért nagyon sok szerepük van, és segítséget tudnak nyújtani azért a gyereknek, de hát természetesen a pedagógusok is. Ha röviden összegezni szeretnénk, akkor mint mindenben ebben is meg kell találni az arany középutat. Jaskó Henriettának köszönöm szépen. Köszönöm. Mi pedig programajánlóval megyünk tovább.
A Buratino Bábszínház előadásai szeptember 9-én 16 órától Bátor Kiskacsák, 10-én 10 órától Zsákba Macska. Helyszín Korzó Bevásárlóközpont B épület második emelet. Magyar Finn kiállítás. A Nyíregyházi Magyar Finn Baráti Egyesület kiállítása látható a Móricz Zsigmond könyvtárban. Megnyitó szeptember 11-én 16 óra 30 perckor. Emlékkiállítás. Nagy Sándor szobrászművész emlékkiállítása látogatható a Nyíregyházi Városi Galériában szeptember 12-ig. A Móricz Zsigmond olvasókör találkozójára várják az érdeklődőket szeptember 15-én 16 órától a Móricz Zsigmond könyvtárba. Téma az a szép, fényes nap, emlékezés a 100 éve született Szabó Magdára. Képzőművészeti ösztöndíjasok kiállítása. Nyíregyháza megyei jogú város 2016. évi képzőművészeti ösztöndíjasainak kiállítása látható a Pál Gyula teremben, megtekinthető szeptember 16-áig, 2-től szombatig, 9 és 17 óra között. Nyíregyházi séták. Gulyás Emil fotó kiállítása a Móricz Zsigmond könyvtár kamara termében, megtekinthető szeptember 25-éig. Mese-mese mátka. A Váci Mihály Kulturális Központ a Magyar Népmese napja jegyében népmesemondó versenyt hirdet. A jelentkezési lap beküldési határideje szeptember 25-e, a verseny időpontja szeptember 29-e, 9 óra, helyszín Váci Mihály Kulturális Központ. Bővebb információ 42-es körzetszám 411-822. Fényképek Sóstóról. Boros György fotóművész Fényképek Sóstóról című tárlata látható a Sóstói Múzeum falu Pálinka házában. A kiállítás november 30-áig várja az érdeklődőket. A Sziesta Plusz mai adásába ennyi fért, remélem, hogy jól szórakoztak. Én munkatársaim nevében megköszönöm figyelmüket, kellemes hétvégét kívánok, viszontlátásra!